Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Közel 50 pontos győzelmet arattak a Békés felett a Kék cápák. Kántor Jánosi diákok kapták az egycipőben járó program sportcipőit. Kvak Árpáddal értékeljük a nemrég véget ért megyei futballszezont. A karácsonyi ünnepséggel zárták az évet a Bozsik Akadémia focistái. A 11. helyen terel a Baktól-Orántháza megye 1-es csapata. 32 együttes küzdött a 7. Tiszántúli Takarék karácsony kupáért. Közel 50 pontos győzelmet aratott a Békés felett a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék cápák 101-53-ra verték ellenfelüket. Másképp kezdtük a mérkőzést azért, mert valakiknek, a egyetemistáknak hétfőn is mérkőzésük volt, és egy-két játékos fáradt volt, illetve nem akartam azt, hogy lesérüljenek. Összességében elégedett vagyok a mérkőzéssel. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok is tudtak játszani, és hogy ekkora különbség alakult ki a két csapat között. Gyakorlatilag az első percről kezdve vezetett a csapat, de igazán a második fél elején nyílt ki az olló. Milyen instrukciókat kaptak a fiúk a szünetben? Az elején a mérkőzésnek azt mondtuk el a fiúknak, hogy komolyan vegyék a mérkőzést, az első negyedben megoldottuk ezt, mert 7 pontot kaptunk, a második negyedben egy kicsit leengedtünk, aztán fél évvel elmondtuk a fiúknak, hogy még többet kell ez tenni ahhoz, hogy nyerni tudjunk, de úgy gondolom, hogy végiguraltuk a mérkőzést, és megérdemelten nyertünk. Van még egy hazai mérkőzés Vácsap a Meac ellen, ami könnyebbnek ígérkezik talán a HEP kupa mérkőzésen aratott Miskolci győzelemből kiindul, viszont van egy nagyon nehéz meccs a hibátlan listavezető Veszprémben idegenben. Mit vársz ettől a két meccstől? A vasárnapi meccsről mindenképpen azt várom, hogy nyerjünk itthon. Nyilván mi vagyunk a esélyesebb csapat, de arra a mérkőzésre is fel kell készülni. Illetve hát utána a Veszprémre készülünk, mindenképp szeretnénk nyerni Veszprémben is. Egy fájó veresség után nem sokkal. Egy olyan mérkőzés, ahol ti voltatok az esélyesek, mennyire tudtatok motiváltan pályára lépni? Van az a mondás, mi is úgy álltunk hozzá, hogy egy vereséget gyorsan egy győzelemmel lehet felettetni. Nekünk igazából ez már megvolt néhányunknak, mert hétfőn, vasárnap ugye a BKG otthonában játszottunk, hétfőn pedig mi már Egerbe játszottunk egyetemi meccset a csapatból hatan. Ott is nyertünk, úgyhogy szerettünk volna mindenképpen úgy hozzáállni a találkozóhoz, hogy komolyan veszik a Békés csapatát, mert nem képviselnek szerintem annyira gyenge játékerőt, mint ami a tabellán elfoglalt helyezés mutatja. Felpörögtünk, szerintem jól kezdtük el a meccset, és régi nagy hibánk volt sajnos, hogy az ilyen mérkőzésekbe képesek voltunk belealudni, és nem úgy hozzáállni, hogy kellett volna, és sokszor szoros végeredmény lett, de most hál' Istennek nem így történt. Csereként lépté pályára, nem gyakran fordul ez elő, milyen volt picit kintül nézni a meccset és utána beszállni? Engem abszolút nem zavar, az tény, hogy elmúlt 4 évben nem volt túl megszokott, de mindig azt mondtam, hogy én nem szimpatizálok azokkal, akiket ez egyébként felbosszant, úgyis az a lényeg, hogy ki van a pályán a végén, és hogyha valaki úgy száll be a mérkőzésbe, vagy annyit tud hozzátenni, akkor a végjátékban is a pályán lesz. Igyekeztem, ezért itt furcsa pozíció, bár a Mavc ellen is így volt az elején, igyekeztem kintről szemlélni a játékot, hogy hol vannak esetleg az ellenfélnek a gyenge pontjai, mire kell figyelni, aztán próbáltam jó energiát adni a padról beszállva, és úgy érzem, sikerült is. Két meccs van még hát ebből a vesztenőből, mivel lennél elégedett. Ugye a Meavs és a veretlen Veszprém, tavaly ti vettétek el a Veszprém veretlenségét. Nem szabad kiindulnunk abból, hogy másfél héttel ezelőtt, azt hiszem idegenben, a Vártnál szerintem sokkal simábban nyertünk, mert hogyha megint úgy fogunk hozzáállni, hogy ez is egy sima meccs lesz, akadhatnak problémáink. Ugyanígy, remélem ugyanígy fogunk játszani, mint a mai meccsen, akkor nem lehet egyébként szerintem probléma. A Veszprém ellen pedig szeretném, hogy úgy menjünk oda, hogy egy nagy meglepetést okozzunk, de úgy gondolom, hogy a játékerőnk alapján meg tudunk bárkit verni, és szeretnénk elvenni a Veszprém hazai veretlenségét, meg egész szezonos veretlenségét, és akkor nagyon jó karácsony elé néznénk. Azzával hasonlóra számította, hiszen a tabellán elfogadott helyezést tekintve azért a házigazda volt az esélyes. Hát ezen a mérkőzésen mindenképpen a Nyíregyháza volt az esélyesebb, ennek ellenére úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani. Valóban a második negyed volt az, amikor partiba voltunk, a másik háromban mélyen a játéktudásunk alatt játszottunk. Pus Iván azt mondta, nem olyan gyenge csapat a Békés, és a Vita tabellán elfoglalt helyezés sem mutat, minek köszönhető az eddigi talán a Vártnál gyengébb szereplés? Hát talán az eleje, az a sorsolástak a problémája volt, hogy rögtön az elején a táblázatnak az élején tartózkodó csapatokkal találkoztunk. Most pedig van sérültünk is, Bojnicer Dávid, aki most már a második mérkőzést adja ki, illetve a Hajdú Marci pedig eligazolt tőlünk.
tehát egy kicsit megfiatalított csapattal jöttünk, ez is látszódott a játékunkon. A négyszeres olimpiai bajnok úszó Dalnyi Tamás nevé szerepelt azokon a cipősdobozokon, melyek tartalmát a Kántor János iskola diákjai kapták meg. A Magyar Diáksport Szövetség által elindított Egy cipőben járunk program keretében ismert emberek ajánlhattak fel sportcipőket hátrányos helyzetű gyerekek számára. Azzal célra indítottuk el, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek is hozzájussanak ahhoz a minimális sportfelszereléshez, amivel a sportást el tudják kezdeni, tudják folytatni és megszeressék a sportot. Ugye ez a program arról szól, hogy ismert sportolók ajánlottak fel cipőket. Milyen volt a fogadtatás az ő részükről? Abszolút pozitív volt. Nagyon nagy számú ismert sportoló, volt olimpikon, jelenleg is aktív sportoló adományozott cipőt, de emellett rengeteg civil felajánlás magánszemélyektől, cégektől is érkezett, továbbá közszereplők, médiaszereplők is szép számmal ajándékoztak. Köszönjük ezúton is nekik a cipőket. Mennyi cipő jött össze, és milyen szempontok alapján osztották el, hogy osztják el? Közel 600 pár cipő jött össze. A kollégák most december elejétől karácsonyig minden iskolába, megyénként egy iskolába eljutatják a cipőket. Gyakorlatilag három dolgot vettünk figyelembe. A diákolimpián való szereplés, aktivitás, a hátrányos helyzet, illetve a netfit eredményeknek a mérése. Tehát ebből a hármasból jött ki egy metszet, és így jutottunk el ide Kántor Jánosiba is. Te elhangzott, hogy milyen szempontok alapján választották azokat az iskolákat, amelyek a cipőket kapják. Diákolimpián való részvét, a netfit program, hátrányos helyzet, Kántor Jánosiban közel 20 gyerek kapott cipőt. Mit jelenthet, milyen plusz adhat ezeknek a gyereknek a jövőben egy ilyen adomány? Bízunk benne, hogy azért egy kicsi motivációt jelent majd minden gyereknek, aki most kapott egy-egy cipőt, akár a sport terén, akár a tanulás terén, akár pedig csak a saját kis komfortérzetük terén is, hiszen valóban olyan hátrányos helyzetű gyerekek kapták most ezeket a cipőket, akiknek talán nem túlságosan könnyű megteremteni azt a lehetőséget, hogy olyan felszerelésben lépjenek be egy tornaterembe, amiben ők szeretnének, és azt hiszem, hogy ebben mindenképpen most tudtunk segíteni. Hogyha magát a szlogen nézzük, ugye egy cipőben járunk, és hogyha most a problémát nem is sikerült megoldanunk, de hogyha már a szlogenhez hűvek maradunk, akkor egy lépést már sikerült előre lépnünk, és azt hiszem, hogyha már egy lépést lépünk, akkor már nagy részét megtettük az útnak, úgyhogy mindenképpen bízunk benne, hogy ez a kezdeményezéshez lesznek még csatlakozók, és nem is biztos, hogy csak a Magyar Diáksport Szövetség keretein belül lehet, hogy majd lesznek olyan csatlakozók, akik saját területükön akarnak majd segíteni, és ezzel a mostani programmal sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy vannak még megoldandó problémák itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és vannak még olyan települések, ahol szükség van a segítségre ahhoz, hogy valóban a gyerekek tudják élvezni az iskolás éveket, és így karácsony táján meg azt hiszem, hogy maga a gesztus is már olyan figyelemfelkeltő erővel bír, amelyre azt hiszem, hogy mindenképpen szükség van ilyenkor az ünnepek környékén, mert valóban azzal, hogy adományokat adunk, azzal a karácsony ünnepére is, és magára az emberségre is felhívjuk a figyelmet, ami azt hiszem, hogy a mai világunkban az nagyon-nagyon szükséges és fontos. Különböző szempontok alapján a Kántor János iskola diákjai kaptak az Egy cipőben járunk akció adományait. Mit kell tudni az iskolának a sportjáról? Az iskola sportjáról sajnos nem számolható be kimagasló eredményekről, tehát úgymond országos megyei versenyekre sajnos nem tudunk gyerekeket delegálni, de a környező települések sportversenyein nagyon szívesen részt veszünk, és ez bevált gyakorlat a társintézmények között, illetve a gyerekek szakköri keretekben, sportfoglalkozásokkor használják a tornát. Termünket, és nagyon szívesen sportolnak és vesznek részt különböző sporteseményeken. Mennyi gyerek jár az iskolában, és melyek a legnépszerűbb sportágak? A gyerekek létszáma az egyetlen évben 180 fő, a legnépszerűbb a fiúk között a futball. Focizni nagyon szeretnek, a kisebb gyerekek között pedig azt mondom, hogy az ilyen játékos sportversenyek, sorversenyek, tehát kimondottan más sportággal nem foglalkozunk. Egyébként ugye az egyik szempont a hátrányos helyzet volt. Ezeknek a gyerekeknek, vagy ebben a régióban milyen plusz jelenthet a sport? Azt gondolom, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az egészséges életmódra nevelje őket, fejlesz-e tulajdonképpen a szociális kapcsolataikat, a szociális együttélés szabályait, és azt gondolom, egy példaértékű lehet a gyerekek előtt tulajdonképpen, egy irányt mutat a számukra. Véget ért a megyei futballszezon, az őt Vaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával értékeltük.
116 egyesület adta be a felnőtt bajnokságainkra a nevezést erre a szezonra, és a bajnokság nevezési határidő lejárta után, de a bajnoki szezon elkezdése előtt 2 csapat visszalépett. Ez azt jelenti, hogy konkrétan a pontvadászatokat 114 csapattal kezdtük el, és szerencsére ez a 114 csapat be is fejezte, hogy ez mindenféleképpen előrelépés az elmúlt évekhez képest, amikor ugye előfordult októberben, novemberben vagy decemberben egy-egy csapat belopta a törölközőt. Most mind a megye 1, megye 2, megye 3-ba, akik elindultak felnőtt szinten, azok be is fejezték. A csapatok létszámát és a játékosok létszámát tekintve országos szinten milyen helyet foglal a megye? Budapest és Pest megye után a vidéki megyéket figyelembe véve Győr-Moson, Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyével közel hasonló mind a csapataink száma, mind pedig a játékosaink száma, hogy most konkrétan ez mennyi, 11 000 pár száz darab játékengedélyt adtunk ki eddig, ez mind a labdarúgás, mind a futszál szakágat érintve. Mivel a futszál szakágban nálunk nagyon sok az utánpótlás bajnokság és a csapat, így a játékengedélyeket tekintve azért Győrt és Borsodot is megelőzzük. Az elmúlt években visszatérő gond volt, hogy viszonylag kevés a fiatal játékosok, az utánpótlás korú játékosok száma. Sok csapat küzd azzal, hogy nem tud kiállítani utánpótlás együttes. Ezen a téren mi volt most a helyzet? U14 és U16-os korosztályban azt kell mondanom, hogy minimális emelkedés lehetett megfigyelni mind a csapatok, mint az igazolások számában. 32, illetve 39 együttes, tehát 71 csapat nevezett ebbe a két korosztályba, és itt talán annyira nem is volt jellemző a létszámhiányos kiállás, illetve kinemállás, viszont az ifjúsági korosztályban, az U19-es bajnokságban igen, ez megfigyelhető. Egyre nehezebben tudják kiállítani az ifi csapatokat, mind a megyei egy, mint pedig a megyei másodosztályú egyesületeink. Ott többször előfordult már létszámhiányos kiállás, sőt, ki nem állás is. Úgyhogy ott már volt olyan szankció, hogy a versenybizottságnak alkalmazni kellett, hogy utánpótlás csapat ki nem állása vagy létszámélyes kiállása miatt a felnőtt csapattól is kellett már pontot elvonni, és még csak az őszi szezon fejeződött. Előfordult korábban, hogy egy-egy mérkőzésen botrányos jelenetek történtek, most volt-e ilyen? Összességében azt kell mondanom, hogy nagyon kirívó esetek szerencsére nem történtek, illetve egészen pontosan azért volt egy-két olyan eset, ami nem illik a futballpályához, és ahol azért nagyon komolyan a fegyelmi bizottságunk is büntetett, mind ugye anyagi szempontból, mind pedig ebbe az évben is volt olyan, hogy bizony pályát kellett bezárni. Igaz, ez pont ugye a tavaszi szezon ráthúzódik, van egy olyan megyei első osztályú csapatunk, egy U16-os és egy felnőtt, illetve ifi mérkőzést is a település közigazgatási határán 10 kilométeren kívül kell, hogy rendezze, hiszen olyan rendezési hiányosságok történtek, ami azért nem megengedett. Mi a szakemberek vélemény, ugye a megyei első osztály tabellájának első felé nagyon sűrű tapasztalható, esetleg színvonal emelkedés? Valóban nagyon sűrűek a bajnokságok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor jó és kiegyensúlyozott egy pontvadászat, hogyha nagyon nagy pontkülönbségek és gólkülönbségű eredmények nem születnek. Ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt hiszem, hogy most erre az évre azért ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hiszen természetesen főleg a megyei másodosztályban azért van egy-két olyan csapat, aki azért elég szépen kapja a gólokat, és adott esetben azért sok gólos vereségeket szenved, viszont nem jellemző. Megyei első osztály ez nagyon sűrű, mind az eleje, mind a közepén, mind a hátsó régió. A megyei másodosztályban is azt mondom, hogy van egy pár kiemelkedő csapat, aztán van egy sűrű középmezőny, míg a hátsó régióban is azért vannak szoros helyzetek, illetve szoros helyezések. Összességében a színvonal emelkedés viszont egy másik kérdés. Azt azért látni kell, hogy az elmúlt években nagyon sok tehetséges játékos hagyta el a megyét, viszont úgy gondolom, hogy a megyei első osztályú bajnokságon mindig a megye válogatottak versenyzését, ha nézzük, vagy ugye most, aki felkerült a megyei bajnokunk, a Sényő az NB3-ba, és milyen jól helyt áll, mint a bajnokságban, mint a Magyar Kupában. Azt kell mondani, hogy a megyei egyes bajnokság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért erős. A megyei másodosztály az már egy más kávéház. A megyei másodosztályú bajnokságokban vannak olyan csapatok, akik komolyan veszik, tényleg céljuk az, hogy megyei első osztályba szerepelnek, heti 2-3 edzéssel, ott azért beszélhetünk színvonalról. Vannak a középcsapatok, ahol szintén azért heti egyszer-kétszer összejönnek, és szintén jó játékosok alkotják őket, és jó színvonalú mérkőzéseket játszanak, viszont a megyei másodosztály alsó helyén lévő csapatoknak azért nem feltétlenül biztos, hogy színvonalas mérkőzéseket tudnak játszani. Én is jártam a pályákat az ősszel, azért láttam én is olyan megyei másodosztályú meccset, ami simán megfelelt egy megyei első osztálynak, de viszont tényleg volt olyan megyei másodosztályú meccs, ami nem ütötte meg ezt a szintet.
a játékosok pihennek, vagy akár mi csapatokban kispályáznak. Milyen munka zajlik ilyenkor a megyei igazgatóságon? Különböző ugye beszámolókat, kimutatásokat készítünk ilyenkor, értékeljük az őszi szezon több szempontból is, illetve hát nem ülünk azért a babérjainkon, hiszen január 15-én indul az átigazolási időszak, előkészítjük az akkora várható nagy rohamot, illetve tájékoztatjuk a csapatokat, és hát szervezünk azért téli tornákat mi is becsülettel. Ráadásul arról nem is beszélve, hogy a futszál mind felnőtt bajnokságok, mind pedig a korosztályos futszál 17-20-as bajnokságok azért most is ezekben a napokban is zajlanak, oda is kell azért játékvezetőket küldeni, szóval dolgozunk azért, bár nincs olyan nagy roham, de nem unatkozunk. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 76-55-re kapott ki a Debrecentől. Az első percekben még voltak biztató jelek, tehát úgy tűnt, hogy egy aránylag szoros mérkőzést fogunk tudni játszani. De aztán, ahogy telt múlt az idő, rájöttünk, hogy teljesen mindegy, hogy melyik védekezési formát választottuk. Az emberfogásnál is nagyon sok kinti hármast kaptunk. Ha oda kiváltottuk, akkor palánkolat a centerek oldották meg. Jó betöréseik voltak, és igazából sokkal pontosabban kosárlabdáztak, mint mi. Egyszerűen próbálkoztunk, de látszott már az első fél időre, hogy nincs akkora tűz és lendület ma ebben a csapatban, hogy ezt meg tudjuk oldani. Én ettől függetlenül azt mondom, hogy jó mérkőzés játszottunk, mindenkinek kellő játék lehetőséget tudtunk adni, és úgy gondolom, hogy ez a jövőre nézve biztató lehet. Tehát ugye, hogyha mindenki ki tudja majd venni részét ezekből a mérkőzésekből, akkor talán lesz arra esélyünk, hogy itt a középmezőnyben lévő csapatok közül is bárkit meg tudjunk majd verni. A hétvégén nem lesz bajnoki meccse a felnőtt csapatnak, utánpótlás együttesek közül játszik-e valamelyik? Az igazság, hogy a junior csapatunknak lett volna mérkőzése, de a Győr kért egy halasztást, így azt be kellett csúsztatnunk a 19-ére, fogunk itt a Győrrel egy junior meccset játszani. Hétvégén az egy serdülő hétvége lesz, a serdülő A és B csapatunk fog játszani, meg a gyerek csapatunknak van egy meghívása Miskolcra, tehát ők azok, akik még játszanak. És a következő héten van még egy NB1-es mérkőzésünk az Ajk ellen, és ezzel mindenki be is fogja fejezni el az évre a szezon, tehát úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli majd a jó kis pihenését, aztán januárban kezdhetünk újra. A hagyományos karácsonyi ünnepséggel zárta az évet a Bozsik Akadémia. A Continental Arénában fiatal futballisták és edzőik vehettek át elismeréseket az idei esztendőben nyújtott teljesítményükért. A legfontosabb, hogy amit erre az évre terveztünk, azt elvégeztük. Az, hogy milyen eredménnyel az utánpótlás képzésben hosszú távon fog majd kiderülni. Ezt a mai napot arra szántuk, hogy egy picit megálljunk, és elismerjük azokat a teljesítményeket, amelyek az évben akár a kollégáink részéről, akár a játékosaink részéről kiemelkedőek voltak. Én bizakodó vagyok, hiszen elvégeztük, amit szerettünk volna, és várjuk a következő évi kihívásokat. Irasi Tiborról köztudott, hogy szívesen vesz részt olyan rendezvényeken, amelyek fiatal futballisták vannak. Milyennek látja most a magyar utánpótlás helyzetét? A magyar utánpótlás helyzete attól függ, hogy mire értjük. A szakmaiságra, az infrastruktúrára, az infrastruktúra rendben van szerintem. A gyerekek méltó és kiváló körülmények között tudnak most már lassan az egész országban a futballal foglalkozni. Most már igazából azt várom, hogy ezekből az akadémiákból, vagy sportiskolákból, egyesületekből jöjjön ki egy-egy olyan tehetség, akik aztán egy olyan pályafutást járnak be, amely után elmondhatjuk, hogy a magyar futball ismét lábra kap. Tehát először Magyarországon, majd külföldön egy neves profi csapatban láthassunk tényleg egy igazi magyar gyereket. Hát várom türelmesen, de most már ideje lenne. Milyen képességek, milyen akarat kell ahhoz, hogy valakinek esélye legyen mondjuk arra, hogy eljusson egy nyugat-európai csapatig? Először is az, hogy higgyen önmagában. És most, hogy meghívtak, és az előbb is már elmondtam, abban a pár percben, amit kapok, hogy elmondhassam a gondolataimat, egy világsztárnak a gyerekkoráról fog beszélni, és az is ékesen fogja bizonyítani, hogy egy kis faluból el lehet jutni a világ legjobb csapatához, és az legyen az irányadó a gyerekeknek. És ez a fiatalember a futball iránti szeretet, a szenvedély és a kőkemény munka, és az, hogy saját lábán megállva a farkas törvények között is érvényesült, az irányadó lehet ezeknek a gyerekeknek is.
jó olvasni a világsztárokat, sajnos most még nem igazi magyar sztárról van szó, a Barcelona egyik sztárjáról, hogy hogy kezdte, honnan indult és hová érkezett, és hát ebbe bízom, hogy itt ezek a fiatalok ezeket a gondolatokat hallgatják, és egy pár dolgot átvesznek belőle. Mi a tapasztalat? A mai gyerekek szeretnek annyira focizni, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt, vagy pedig a szülők azok, akik inkább ambiciózusabbak? Is gondolom. Az az igazság, hogy amikor én visszagondolok az én fiatalságon, akkor most mindig jajgatok, ezek az mi időnkben ez volt az volt. Tudomásul kell venni, hogy a mi időnk lejárt, és ezek a fiatalok más körülmények között, más közegben másképp szocializálódnak, és hát ebbe kell őket segíteni. Szóval a siránkozásból elég, inkább ezeket gyerekeket inspirálni kell, és nagyon szeretnek futballozni. És nagyon szeretnek futballozni, és nagyon szeretnének olyan edzőkkel dolgozni, akik hitet adnak nekik, akik a szakmaiságban segítenek nekik, akik révén el tudnak jutni oda, ahova szeretnének. A 11. helyen zárta az őszi szezont a megyei első osztályban a Baktól rendháza, amely 5 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. Mi nagyon egyszerű célot vágtunk neki ennek a bajnokságnak, szó szerint azzal, hogy legyünk meghatározó csapat, szebb évünk legyen, mint a 2017-18-as bajnoki évad. Mi valósult meg ebből? Ebből olyan sok minden nem valósult meg, hiszen a végét elrontották a fiúk a bajnokságnak. Az első 5 forduló után 13 ponttal rosszabb gólarányjal szorultunk a második helyre, azt követően pedig sajnos a hátlévő 10 mérkőzésen csak 4 pontot szereztünk, így összesen 17 pontot tudtunk gyűjteni az ősz folyamán. Milyen körülmények között, mennyire bő kerettel tudtok dolgozni Baktán? A keretünk az létszámban megvan, csak sajnos nagyon sok sérültünk volt. Az Ibrány mérkőzés követően Ibrányban volt ez a találkozó. 5-öt kellett cserélnünk, 4-et sérülés miatt, és sajnos már a mérkőzés vége előtt 10 perccel a cserekapusunkat is mezőnyjátékosnak kellett behozni, és ezt a rengeteg sérültet nem tudtuk kiheverni. Én azt gondolom, a keret az adott, viszont szívem szerint, ha amikor szakmázunk az edzővel, Palival és Illés Lacival, akkor mindig abban maradunk, hogy jó lenne 3-4 labdarúgót hozni, aki olyan esetben tud segíteni az eredményekben, amikor szükség van rá. Ha visszatekintünk az őszre, melyik volt az a meccs, ami után maximálisan elégedett volt a szakmai stáb, és melyik az, ami után legnagyobb hiányérzet maradt bennük? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb siker, ugye miután az első 5 fordulóra tehető, ebben minden egyes győzelmünk megsüvegelendő, hisz nagyon szép eredményeket értünk el, viszont nagyon bosszantó az Ibrányban elhullajtott pontunk, vagy Nyírgyulajban ott hagytunk 2 pontot. Tehát ilyenkor mindig vannak az emberben tüskék, vannak pozitív dolgok. Talán most az ősz második felében ilyen kipattanósunk volt, bízunk benne, hogy ősszel bepattanósunk lesz. Szó esett az esetleges erősítésről, lesz rá lehetőség, esély a téli szünetben? Nagyon nagyban egyet kell értenem. A különböző nyomtatott és elektronikus digitális sajtóban megjelent idősebb generációhoz tartozó labdarúgók vagy edzőknek a véleményével, hogy sajnos nagyon nehéz ma labdarúgót találni, olyan labdarúgót, akit én még láttam olyanokat futballozni, ahhoz hasonlítani, és a mai fiataloknak abszolút nem érték a labdarúgás, nem érték a sport, egyet tudnak csak szem előtt tartani, hogy januárban, illetve júniusban a tárgyaló asztalnál ők eladják magukat, hogy milyen jó futballista, de bátran kijelenthetem, hiszen 93 óta vagyok, 1993 óta Baktán meghatározó tényező a labdarúgásnak, hogy ilyen gyenge képességű, képzettségű labdarúgók, mint ma a fiatal generáció nem volt, és sajnos egyre rosszabb, hiába a millió akadémia, hiába a megyében is több helyen van, nincs eredmény, nincs eredmény, és nekem meggyőződésem, hogy még mindig a kis településeken lehet az igazi gyerekeket megtalálni, a vénájában csörgedeznek a labdarúgásnak a lehetőségei. Kaptak ki a játékosok engedélyt a téli teremtődekre, és mikorra van tervezve a felkészülés kezdete? Január első hétvégén fogjuk majd kezdeni a felkészülést. Mindenki csak saját szakállára vehet részt a teremtornákon, viszont hogyha valaki ott megsérül, mindenkiért, aki a megyei labdarúgásban van, hiába amatőr ez a labdarúgás a megyében, hiába amatőr körülmények között játszanak, mindenkinek van valamilyen pozitív bevétele, és akkor csak annak az elveszítésével, annak kockázatásával vállalhatja ezt a játékot teremben.
A Real Tate csapata nyerte a 7. Tiszántúli Takarék Karácsonyi Kupa kispályás futballtornát, amelyen 32 együttes lépett pályára. Óriási színvonalbeli emelkedés mutatkozott a 7. alkalommal megrendezésre került Tiszántúli Takarék Kupa országos teremlabdarúgó tornán. Fantasztikus mérkőzéseket láthattak 3 napon keresztül, és azt kell, hogy mondjam, hogy példanélküli teltház előtt zajlott mind a 3 nap. Zajlottak a csoportmérkőzések, és hát természetesen a döntő is óriási ováció közepette volt. Itt látszik az, hogy milyen színvonalas nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokságunk van, hiszen a legjobb 8 közé 5 csapat is bekerült a Decathlon Konyhaművel Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás bajnokságból. Apró sérülések voltak a bajnokságban, de semmilyen komolyabb atrocitás nem történt. Én gratulálok a csapatoknak is, és köszönöm a támogatóknak is, hogy mellé álltak, emellé a rendezvény mellé. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Igazi parkettművészeket láthattak, akik kilátogattak. Honnan érkeztek a csapatok? 3 megyéből jöttek csapatok, Debrecenből 2 csapat is volt, de volt Hajdudorogról, Hajdunánásról is csapatunk, Borsod megyéből is, viszont a megye több helyszínéről, hiszen 9 más helyszínről jöttek még a megyéből, Nyíregyházán kívül természetesen. A városi bajnokság adta a 70%-át ennek a tornának, de én azt hiszem, hogy felkészülés szempontjából is a tavasz idényre nagyon jó volt ez a torna, és a hosszú távú tervezés szempontjából is igazán jó volt, hiszen már meg is kaptuk a zöld utat a 8. Tiszántúli Takarékkupa megszervezésére. Elismerte a Tiszántúli Takarék Szövetkezet vezetése, hogy tényleg komoly színvonalbeli emelkedés történt. Ugye december elején rendezték ezt a tornát. Milyen tornák várnak még a futball szerető játékosokra, szurkolókra a téli időszakban? Igen, január 4-én, 5-én és 6-án a Continental Arénába, így már 14. alkalommal kerül megrendezésre a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupa országos pénzdíjas teremlabdarúgó torna. Itt még 2 hely kiadó, úgyhogy akik szeretnének ezen a tornán elindulni, az elkövetkező napokban ezt tegyék meg nálam a Városi Stadionba. Viszont a következő torna az január utolsó hétvégén van, 25-26-27, ez egy első alkalommal kerül megrendezésre. A T4 Trans Kupa országos teremlabdarúgó torna, ez is pénzdíjas, 500 000 forint összdíjazással, és itt már 18 helye elkelt, úgyhogy ide is várjuk a nevező csapatokat. Ezen a tornán lehetett látni, hogy a rengeteg megyei bajnokságban szereplő futballistát, NB3-as csapatokban játszó futballistákat. Hétvégén véget ér az NB1, NB2, akkor a következő tornákra elképzelhető, hogy élvonalbeli játékosokat is láthatnak a szurkolók? Biztos vagyok benne, hogy a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupán ott nagyon sokan meg fognak fordulni, magasabb osztályból és NB2-ből, akár NB1-ből is, viszont a következő tornára már kétlem, hiszen korábban kezdődik a nagypályás labdarúgó bajnokság a magasabb osztályokban, és ezért ott már nem valószínű, hogy fognak jönni. Viszont a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupán a komplett csényő is részt vesz, hiszen még alig egy héttel ezelőtt, ugye még a Ferencváros ellen játszottak. Ők egyébként bizonyos csapatokban itt is képviseltették magukat, és fantasztikus örömet szereztek azoknak, akik kilátogattak, hiszen ők nem csak a fűvön, hanem a parketten is megmutatták, hogy igazán nagyon sokat tudnak ebből a játékból. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!